hostel a Karib-tenger partján. Ez Uber brutál király volt. Egy hónapig éltem itt, mint digitális nomád, és ez a mai téma. Rögtön a legelején van itt egy kis privát kis kabinka. La Cabana, semmi extra. Szerintem a célnak pontosan megfelel. Megbelül ágyikó, kis akasztó polcocska, áram, törölköző, pont ami kell, semmi extra. Mögötte van egy privát fürdő. Van egy konnektor kint, illetve egy jó kis függőágy, és innen lehet szépen dolgozgatni laptoppal. Bár nincs wifi és internet, de egyébként offline-ban lehet tökéletesen dolgozni. Szuper, hostel többi része. Ez itt mind a hostelnek a része. Ott van fenn a főépület, ahol én laktam kb. egy hónapig. Éjszakánként 20 eurós áron. Igen, tudom, nem a legolcsóbb, és laktam már 3 eurós hostelba. Szóval, menjünk is nézzünk körbe, addig mesélek, hogy még itt voltam, addig nem volt nebben senki se ebben a házban elszállásol. Tehát az egész házikó, az enyém volt kb. 20 euróért, vagy dollárért, bocsánat, egy egész hónapra. Egyébként voltak más utazók, meg más nomádok, meg más emberek, jöttek mentek. A lenti, a fönti kis privát helyeket vették ki. Főépület nappali szemben a nomád irodámban, innen dolgozottam ilyen, mint digitális nomád. Mellette a konyha, ami teljesen felszerelt. Van ingyen víz, minden, ami kell, van gáztűzhely, van mixer, tányérok, minden, szóval itt a helyek itt szoktak főzéskézni, meg én is. Heti egyszer, teljes mértékben király a hely. Egyébként érdekesség, hogy összesmanoltam a helyi arcok, akik itt élnek, ugye a hostelben a főnök, a tulaj, hostel tulaj meg a segítője, a mindenes karbantartó srác, és azt mondták, hogy van egy csomó zöldség, gyümölcs itt mindenféle polcon, hűtőbe, paprika, paradicsom, nem tudom, fokhagyma, mindenféle dolog. Nyugodtan főzzek belőle, és azért felajánlottam nekik, hogy nyugodtan akkor megetnek ingyen, amit ja, főzök, szóval egyik-két dolgot azt magamnak megvettem, ugye bab, nem tudom, rizsde, nagy össze a zöldség, egy gyümölcsöt azt innen ingyen tereztem be az összes kajához. Érdekesség egyébként, hogy itt hátul a kert, a kertben, a hostel hátsó részén, itt nőnek a kókuszok, teljes mértékben ingyen és bio módon, és ebből sokszor csináltak a helyek itt mindenféle kókusztejet, stb. És meg is mutatták, hogy hogyan lehet ugye ezt a kókuszokat ugye előkészíteni. No szuper, hostel többi része, hálóterem, ahol lehet aludgatni, ugye semmi nagy szám, 6 ágy, tiszta, két naponta adnak új ágyneműt és törölköző között, szóval ez teljes mértékben korrekt. Semmi extra, nincsenek egyébként az ágyszerűen függőnök, de mivel nem volt itt senki, csak én, ezért az egész szoba az enyém volt. Az egész ház az enyém volt. Van mellett egyébként egy ilyen kis fürdő, WC, ez is teljes mértékben ugye takarító van, tiszta van, kis kókuszdiokból van a szappantartó, ugye mellett egy WC, szóval teljes mértékben igényes, tiszta, szóval ez egy privát kis, volt egy privát nagyjából fürdő, WC, egyébként nem mint annyira érdekelne, de a lényeg az, hogy mi a privát volt, azért nem folyott a fogkrémem úgy, mint általában jó pár hostelben, hogy mintha tisztel mosnék fogat egy nap, szóval ez pluszpont ezért a hostelnak. Na nézzük, mi van még? Beszéljünk az internetről egy picikét, mert az fontos, hogy a digitális nomádoknak, fenn a router szemben. És általában ilyen 5-10 mega fel és lefele az internet sebessége, tehát ez elég király. Meg voltam vele elégedve, eddig egyszer-kétszer volt, hogy a hívás közben egy kicsit megszaggatott. Egyszer volt, hogy ledobálta a Zoom. Aztán egy-két akadás volt, egy-két csuklás, de ezen kívül elég stabil volt a munkához, tehát teljes mértékben voltam vele elégedve. Na szuper, akkor beszéljünk a helyszínről, ami megérdemelne egy külön epizódot, de megpróbálom dióhéjban összefoglalni. Szóval vannak bogarak, szúnyogok, páratartalom meleg, és ez nem mindenkinek ugye kedvez. Volt egy másik nomád, aki hamarabb továbbállt, mert megzavarta, és nem tudta elviselni, szóval ez egy szomorú dolog az ő részéről. Én részemről úgy álltam hozzá, egy kevesebb kényelem, több élet, és nekem bőven megért ez a kis kényelmetlenség, hogy egy ilyen helyen élhessek, ahol ilyen kilátás van a tengerre. Egyéb iránt ugye volt, hogy bent dolgoztam ugye laptoppal, házikóban, árnyékban, ültem egy helyben, fémeztelni, és izzadtam ültembe. Ennyire meleg volt, és pára volt, és de nekem ez megéri, hogy egy ilyen helyen ugye élhessek. Aztán beszéljünk a biztonságról, ez egy fontos sarkos kérdés, ugye? Én szerintem ez egy elég király hely biztonság szempontjából. A helyek azt mondják, ha az ember nem foglalkozik droggal, akkor nem lesz gond. Egyébként sehol nem éreztem magamat ugye kényelmetlenül, mindenki jó fej volt. Szerintem teljesen király biztonság szempontjából. Viszont ugye, mivel ez kicsit kijebb van a civilizációtól, azért ugye ennek van egy-két hátránya, például az, hogy nehéz ide jutni. A szigetre ugye heti
kettő darab komp jön a szomszéd szigetről, ahová el lehet jutni másik komppal a szárazföldre, vagy pedig repülővel a nemzetközi reptérről. Illetve a komp, ugye itt Ganaha, tehát erre a szigetre úgy jön, hogy ez a sziget, mert van egy kis sziget, és oda megy. És onnan még kis hajóval lehet tovább menni a hostelhez, vagy a másik részre a szigetnek, ami hát nem a legegyszerűbb, nem a legolcsóbb, de ez, na, ugye, ez az ára, hogy az ember egy ilyen helyen lakhasson. Illetve ugye az első környék, ahol lehet már venni, ahol van bolt, meg étterem, meg lehet fel egy készpénzt, az a hostelettől egy 20 perc sét ott a hát hegyoldalba, erdőbe, kis tengerpartnál, stb. Csak egy irányba, tehát akinek kell készpénz, vagy akar venni valamit, akar enni egy étterembe, vagy inni egy sört étterembe, annak 20 percét. Egyébként van a hostelban a hűtőbe általában sör, az egy jó dolog, az ember kivesz egyet, beírja a nagykönyvbe, hogy egyet kivett, egy húz egy stüglát, és akkor a végén el lehet számolni, amikor az ember fizeti a hostelt. Az egy király dolog, ugye? Éttermek, boltok, mit lehet kapni, szóval éttermek vannak, de egy van, ami viszonylag igényes, a többi az elég rusztikus, ilyen döngött padlós felállásra emlékeztet. Boltban lehet kapni ezt a tamaszt főzöcskézéshez, de elég szűk a kínálat. Például itt, ezen a környéken, ebben a faluban nincsen növényi tej. De a szomszéd faluban még 20 perc sétára ott már van, tehát az ember el tud menni hostelből egy higgadt. Hát oda-vissza másfél óra alatt be tud vásárolni egy, nem tudom, 5-6 vagy amennyi van, ugye tejet, hogy akar, és akkor el van itt ez a tejbiznisz. De legalább van, ez egy jó dolog, hogy van például egy ilyen eldugott helyen növénytej a szigeten. Még nem is egyszerű megszerezni, de van, ezért plusz pont a szigetnek. Szóval mi van még? Készpénzfelvétel, ugye nem minden fogadnak el kártyát, hostelben nem fogad el csak készpénzt, illetve jó pár ugye rusztikus étterembe szintén csak készpénzzel lehet fizetni. Készpénzfelvétel, ugye van a kis sziget, ahol megy a komp, ahová el lehet menni a hostelből, nem tudom, vizit taxival, vagy kis hajócskával, csónakocskával. Ott van ATM, ami hát működik, vagy nem működik, vagy van meg készpénz, nincs meg készpénz, azt tudja a rosszabb. Ez egy kicsit lutri, a szívás egyébként, de a másik opció, hogy az ember bemegy a bolthoz, ugye az első falucskába, 20 perc séta, és akkor ott, ha olyan ember van, aki tudja kezelni a masinát, akkor tudnak adni készpénzt hétfőtől péntekig munkaidőben, bankkártyás fizetésre, ugye tudnak neked adni készpénzt 10%-ért cserébe, tehát nem a legolcsóbb. Egyébként az ATM is le fog húzni, hogyha veszel fel a készpénzt, tehát az sincs ingyen. De ez szerintem ez az ára annak, az ember ugye egy ilyen helyen élhessen. Aztán mi van még? Áramszünet? Ja, van napi 3 óra áramszünet, általában esténként 7-8 körül lecsapják, és akkor 3 óráig nincs áram. De egyébként napközben nem volt gond az árammal. Záró gondolatok a végére, a helyszín nagyon szép, lehet turázni, jönni, menni lehet fizetéshez, menni lehet sziklát mászni, stb. Szóval aki szeret turázni, number one. Hostel tulajnak a haverja, a karbantartó, nagyon jó fej, vele voltunk egyébként szigetet kerülni, többször is annyiba került, hogy meg kellett tankoljam a hajóját, a csónakját, legalábbis nekem kellett kifizetni a tankolást, és cserébe elmentünk egy ingyen kört a sziget körül, kaptunk helyektől ingyen rumot, meg érdekes helyeken voltunk egyébként, és az úriember még hát bármit szeretni csinálni, akarsz, nem tudom, esetleg halat fogni, és azt megcsinálni ott a hostelben, ebből is tud segíteni, kókusztejet csinálni, stb. Szóval imutogatja, mit hogy kell csinálni, és jó fej, tehát szeretnél bármit csinálni, akkor vele tudsz szépként jönni, menni, meg kalandozgatni, nagyon benne van mindenbe, tehát jó fej. Hostátul is jó fej, emberek jó fejek, környék nagyon szép, szóval mindenkinek tudom tiszta szívből ajánlani ezt a helyet, kicsit messze van a civilizációtól, de hát ez is elébe brutál, szép az egész környék, tehát ennyi volt a mai kis videó, köszönöm a figyelmet, take care!